Fekete füst és narancsvörös lángok égett az avar a vasúti pálya mellett. 2022-ben minden rekordot megdöntött az avartüzek aránya a vármegyében. A 2021-eshez képest 74%-kal több ilyen riasztás érkezett a katasztrófavédelemhez. Idén nem ilyen súlyos a helyzet, de július közepén az illetékes agrárminiszter tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vármegyében. Mondta 35 perc című műsorunkban Gelebenics Károly, a katasztrófavédelem nyíregyházi kirendeltségének vezetője. A fokozott tűzveszély időszakát ezt az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdeti ki egy adott területre, egy adott vármegyére, vagy akár az egész ország területére. Természetesen ez függ a meteorológiai viszonyoktól, időjárás, csapadékviszonyok. Amennyiben ez indokolt, akkor akár a katasztrófavédelem kezdeményezésére, vagy már helyből ugye az erdőgazdálkodásért felelős miniszter kihirdeti ezt a fokozott tűzveszély időszakát. Ilyenkor ez ugye tűzgyújtási tilalmat jelent a hagyományos szóhasználatban. Ez azt jelenti, hogy az erdők, illetve fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében ilyenkor tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad ilyenkor tüzet gyújtani, illetve ilyenkor külterületen a gazész avarégetés sem megengedett. A tűzoltó ezredes elmondta, belterületen más szabályok vannak érvényben. Ott a helyi önkormányzat adhat felmentést a tilalom alól. Belterületre egy kicsit más szabályok vonatkoznak ebbe a tekintetben. A levegőtisztaság védelmi törvény alapból úgy rendelkezik, hogy belterületen, illetve külterületen sem alapból égetni nem szabad. Tehát semmilyen hulladékot nem szabad égetni. Ez alól felmentést ad a külön jogszabályban az önkormányzat rendelkezik a belterületre vonatkozóan, hogy ő megengedi adott időszakban vagy adott napszakban a belterületén a gaz és avarégetést. Ebben az esetben ott ezt szabad végezni, de általában az önkormányzati rendeleteknek a végén is megszokták azt jeleníteni, hogy tűzgyújtási tilalom idején ez nem megengedett. Tehát ezért mindig tájékozódni kell, hogy a belterületen az önkormányzati rendelet egyáltalán van-e, és ha van, akkor milyen kereteket szab ennek a feladatnak. A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ezeken az erdei kijelölt helyeken sem lehet égetni. A családi házak kertjeiben azonban kellő körültekintéssel lehet bográcsozni. Ezt minden nap felülvizsgálják, tehát ez úgy működik, ennek az elrendelése, hogy onnantól kezdve minden nap felülvizsgálatra kerül, és amennyiben úgy látják, hogy a viszonyok már nem indokolják, akkor megszüntetik és kihirdetik. Tehát minden nap felülvizsgálatra kerül, nem tudjuk előre, hogy mikor lesz. A tűzgyújtási tilalom aktuális híreiről az erdőtűz.hu oldalon is tájékozódhatnak az érdeklődők.